Emberek tízezreinek egészségét szolgálják azok az eszközök és berendezések, amik a kórházakba és a szakrendelőkbe a Richter egészségvárosok jóvoltából kerültek. Itt a lakosok nem csak a saját egészségükért tehetnek az ingyenes szűréseken, előadásokon és tanácsadásokon való részvétellel, de gyarapítani is tudják a Richter Gedeon alapadományát, amivel egy évtizede támogatja a hazai egészségügyet. Richter egészségváros. Egészség ezreknek, milliók a kórháznak. Miből áll egy gyógyszer? Elsőre talán fel sem tűnik a lényeg, de ha nézőpontot váltunk, látjuk, hogy újítások sora vezet a sikerhez. Magasan képzett kutatóink elhivatott munkája nélkül semmire sem jutnánk. Már most gondolniuk kell arra, hogy mik lesznek a jövő betegségei, és a csúcsminőséghez a legmodernebb eszközök kellenek. E sok szempont mind együtt hat, hogy megszülessen egy új gyógymód, amitől milliók lesznek jobban. Ezért dolgozunk nap mint nap. Richter Gedeon. Az egészség a küldetésünk. Emberek tízezreinek egészségét szolgálják azok az eszközök és berendezések, amik a kórházakba és a szakrendelőkbe a Richter egészségvárosok jóvoltából kerültek. Itt a lakosok nem csak a saját egészségükért tehetnek az ingyenes szűréseken, előadásokon és tanácsadásokon való részvétellel, de gyarapítani is tudják a Richter Gedeon alapadományát, amivel egy évtizede támogatja a hazai egészségügyet. Richter egészségváros. Egészség ezreknek, milliók a kórháznak. Miből áll egy gyógyszer? Elsőre talán fel sem tűnik a lényeg, de ha nézőpontot váltunk, látjuk, hogy újítások sora vezet a sikerhez. Magasan képzett kutatóink elhivatott munkája nélkül semmire sem jutnánk. Már most gondolniuk kell arra, hogy mik lesznek a jövő betegségei, és a csúcsminőséghez a legmodernebb eszközök kellenek. E sok szempont mind együtt hat, hogy megszülessen egy új gyógymód, amitől milliók lesznek jobban. Ezért dolgozunk nap mint nap. Richter Gedeon. Az egészség a küldetésünk. Emberek tízezreinek egészségét szolgálják azok az eszközök és berendezések, amik a kórházakba és a szakrendelőkbe a Richter egészségvárosok jóvoltából kerültek. Itt a lakosok nem csak a saját egészségükért tehetnek az ingyenes szűréseken, előadásokon és tanácsadásokon való részvétellel, de gyarapítani is tudják a Richter Gedeon alapadományát, amivel egy évtizede támogatja a hazai egészségügyet. Richter egészségváros. Egészség ezreknek, milliók a kórháznak. Miből áll egy gyógyszer? Elsőre talán fel sem tűnik a lényeg, de ha nézőpontot váltunk, látjuk, hogy újítások sora vezet a sikerhez. Magasan képzett kutatóink elhivatott munkája nélkül semmire sem jutnánk. Már most gondolniuk kell arra, hogy mik lesznek a jövő betegségei, és a csúcsminőséghez a legmodernebb eszközök kellenek. E sok szempont mind együtt hat, hogy megszülessen egy új gyógymód, amitől milliók lesznek jobban. Ezért dolgozunk nap mint nap. Richter Gedeon. Az egészség a küldetésünk. Emberek tízezreinek egészségét szolgálják azok az eszközök és berendezések, amik a kórházakba és a szakrendelőkbe a Richter egészségvárosok jóvoltából kerültek. Itt a lakosok nem csak a saját egészségükért tehetnek az ingyenes szűréseken, előadásokon és tanácsadásokon való részvétellel, de gyarapítani is tudják a Richter Gedeon alapadományát, amivel egy évtizede támogatja a hazai egészségügyet. Richter egészségváros. Egészség ezreknek, milliók a kórháznak. Miből áll egy gyógyszer? Elsőre talán fel sem tűnik a lényeg, de ha nézőpontot váltunk, látjuk, hogy újítások sora vezet a sikerhez. Magasan képzett kutatóink elhivatott munkája nélkül semmire sem jutnánk. Már most gondolniuk kell arra, hogy mik lesznek a jövő betegségei, és a csúcsminőséghez a legmodernebb eszközök kellenek. E sok szempont mind együtt hat, hogy megszülessen egy új gyógymód, amitől milliók lesznek jobban. Ezért dolgozunk nap mint nap. Richter Gedeon. Az egészség a küldetésünk. Emberek tízezreinek egészségét szolgálják azok az eszközök és berendezések, amik a kórházakba és a szakrendelőkbe a Richter egészségvárosok jóvoltából kerültek. Itt a lakosok nem csak a saját egészségükért tehetnek az ingyenes szűréseken, előadásokon és tanácsadásokon való részvétellel, de gyarapítani is tudják a Richter Gedeon alapadományát, amivel egy évtizede támogatja a hazai egészségügyet. Richter egészségváros. Egészség ezreknek, milliók a kórháznak.
Miből áll egy gyógyszer? Elsőre talán fel sem tűnik a lényeg, de ha nézőpontot váltunk, látjuk, hogy újítások sora vezet a sikerhez. Magasan képzett kutatóink elhivatott munkája nélkül semmire sem jutnánk. Már most gondolniuk kell arra, hogy mik lesznek a jövő betegségei, és a csúcsminőséghez a legmodernebb eszközök kellenek. E sok szempont mind együtt hat, hogy megszülessen egy új gyógymód, amitől milliók lesznek jobban. Ezért dolgozunk nap mint nap. Richter Gedeon. Az egészség a küldetésünk. Emberek tízezreinek egészségét szolgálják azok az eszközök és berendezések, amik a kórházakba és a szakrendelőkbe a Richter egészségvárosok jóvoltából kerültek. Itt a lakosok nem csak a saját egészségükért tehetnek az ingyenes szűréseken, előadásokon és tanácsadásokon való részvétellel, de gyarapítani is tudják a Richter Gedeon alapadományát, amivel egy évtizede támogatja a hazai egészségügyet. Richter egészségváros. Egészség ezreknek, milliók a kórháznak. Miből áll egy gyógyszer? Elsőre talán fel sem tűnik a lényeg, de ha nézőpontot váltunk, látjuk, hogy újítások sora vezet a sikerhez. Magasan képzett kutatóink elhivatott munkája nélkül semmire sem jutnánk. Már most gondolniuk kell arra, hogy mik lesznek a jövő betegségei, és a csúcsminőséghez a legmodernebb eszközök kellenek. E sok szempont mind együtt hat, hogy megszületünk. Tudom, hogy ez most nem illő, de a maszkot letoltam így pár mondat erejéig, és azt gondolom, hogy ezt elnézik majd nekünk, akik egész nap itt a sátorban előadásokat tartunk, illetve beszélgetünk, de egyébként a maszk viselése itt a sátorban is kötelező, ahogy dr. Papp Csaba igazgató úr is elmondta. Kérjük a megértésüket, türelmüket. De azt gondolom, hogy mindenképpen érdemes lesz ide eljönni. Délután 5 óráig folyamatosan előadásokat hallgathatnak. És már is átadom a szót nagy szeretettel Szili Nóra kolléganőmnek, aki egy nagyon fontos és kedves vendéget is hozott, és az ő beszélgetésük után pedig az éppen a sátorban szintén jelenlévő Jaksígy Katának adom majd át a szót, és attól kezdve pedig folyamatosan további egészségügyi témákkal várom majd önöket, tehát itt a tópartján, a legutolsó és egyben a legfontosabb sátornak is mondható, az Agora sátor, ahol várjuk majd önöket. Szili Nórái a szó. Köszönöm szépen, Dóri. Igen, itt van velem Bai Anikó, az Uzsoki Kórház triázsa, aki a Richter Anna díj 2019-ben meghirdetett pályázatának egészségügyi szakdolgozó kategóriájának győztese a 12 óra című projekttel. Vele fogunk a projektről beszélni, illetve a stroke-ról, annak megelőzéséről, de előtte engedjétek meg, hogy pár szót meséljek erről a díjról, hiszen 2018-ban indítottuk el ezt a pályázatot, tulajdonképpen őrizve a Richter család szellemiségi örökségét, ami az innovációról, a fejlesztésről szól, ami tulajdonképpen hitvallása a Richter Gedeon NRT-nek is, hogy az innováción minél nagyobb hangsúly legyen, sőt benne van egy társadalmi szerepvállalás is, támogatandó az egészségügy és az oktatás területén dolgozó nőket. A pályázatról azt kell tudni, hogy idén is ki fogjuk írni, tehát remélem, hogy inspiráló is lesz a beszélgetés. 5 kategóriánk van. Egyrészt van az orvos kategória, a gyógyszerész, az egészségügyi szakdolgozó, a pedagógus, illetve van egy közönségdíjunk, amit a nem résztvevők természetesen ugye szavazatokkal dönthetnek el. Az idei pályázaton elmondom, hogy az egyes kategóriákban kinyertek. Kik nyertek? Az orvos kategória győztese a Bács-Kiskun megyei oktatókórház volt, akik megálmodtak Kecskeméten egy gyógyító kertet, egy 3000 négyzetméteres kihasználatlan területet akarnak egy végtelen táblázoló gyalogösvénnyel, pihenőhelyekkel ellátni, ahol a betegek, hosszan bentfekvők, vagy bentartózkodók és családtagjaik megpihenhetnek. Mindannyiunk tudjuk, hogy a természetnek milyen gyógyító ereje van. Ők tehát az orvos kategória győztesei, akik 4 millió forintot kaptak, hiszen a Richter Anna díj összesen 20 millió forint 5 felé osztását, 5x 4 millió forintot jelent. A pedagógus kategóriában a drámapedagógusokból, természetfilmezesekből és kreatív környezetvédőkből álló csapat azt álmodta meg, hogy animációs filmeket készítenek, 5 darabot,
amit szeretnének az ország összes középiskolájába eljuttatni, tudatosítandó egy-egy anyag, a műanyag, a papír, mindenféle anyagok, amiket használunk, annak életciklusát. Nyilvánvaló a cél az, hogy jobban odafigyeljünk arra, hogy szelektíven gyűjtsünk, hogy spóroljunk a szeméttel. Ez a csapat tehát ennek a megvalósítására kapja a 4 milliót. Gyógyszer az kategóriában a szimpatikus klinikus projekt nyert. Magyarországon 500 gyógyszerész rendelkezik kórházi klinikai szakvizsgával, miközben a betegbiztonságot tekintve ennél jóval több kellene. A többnyire rezidensekből álló csapat azt tűzte ki céljául, hogy Magyarországon, ahol gyógyszerészkar létezik, oda elmennek, mesélnek ennek a pályának a szépségeiről, rejtelmeiről, kihívásairól, mint egy toborzandó, hogy erre a pályára minél többen térjenek. A közönség díjas egyébként a Hegmesék projektje lett, amelyik az egészségügyi szakdolgozó kategóriában Bai Anikóval volt versenyben. Ezt a díjat egyébként, hála Isten, én adhattam át, mármint az egészségügyi szakdolgozókét. Nagy öröm ez nekem. A Hegmesék csapata egy nagyon érdekes ötlettel jelentkezett. Persze nem is jó szó az érdekes, hiszen jó, ha tudják, hogy a kisbabák, az újszülöttek mindegy 40%-a császármetszéssel jön a világra. És ez a csapat egy vándorkiállítást tervez, fotókkal, előadásokkal, egyéni konzultációs lehetőségekkel, erről a talán némiképp kevéssé ismert vagy tabukkal övezett témáról, és a vándorkiállítás sorozat végén egy könyvet fognak összeállítani, amit laikusok, szakemberek is haszonnal forgathatnak majd ezzel a témával kapcsolatosan. Na és akkor az egészségügyi szakdolgozó kategória győztese, a csapat önmagában, de lelkesedése egyébként több emberével felér, Bai Anikó az Uzsoki Kórház triázsa 12 óra című filmjével. Anikó, szerintem tegyük helyére először azt, hogy mit is jelent a triázs. Ugye a trier francia szóból ered. Igen, osztályozó nővér vagyok, tulajdonképpen betegosztályozással foglalkozom. A triásnak a feladata a beérkező betegeknek az elsődleges vizsgálata. A sürgősségén megmérjük a pulzusukat, a vérnyomásukat, meghallgatjuk a panaszokat, és ezeknek az összességéből felállunk egy rangsort, egytől ötig osztályozunk. Az egyes mit jelent, és az ötös mit jelent? Az egyes az újraélesztés. Az gyakorlatilag az egyes a legveszélyeztetettebb helyzet. Igen, a kettes a kritikus állapotú beteg ellátására szól, tehát akik közvetlen életveszélyes állapotba kerülnek. A sürgős, a effektív sürgős esetek, akik klinikai szakorvosi vizsgálatra szorulnak, illetve feltételezhetően hospitalizálásra, kórházi elhelyezésre várnak. A közepesen sürgős az a kicsit ráérősebbnek szoktuk mondani, tehát több időt kell várakozni közepesen sürgős besorolással. Ők azok a betegek, akik mindenféleképpen kell, hogy találkozzanak egy klinikai szakorvossal, hogy a problémáikat meg tudják beszélni, de feltételezhetően egy recepttel, illetve jó tanácsokkal ellátva hazamehetnek, és hát ugye van a halasztható, a kevésbé súlyos. Olvasható, ugye vezetsz egy blogot, az akutszakasz.pro.com. Ezt érdemes figyelni egyébként, hogyha a sürgősségi osztály életére kíváncsiak esetleg, sőt, szerintem legyenek kíváncsiak, mert sok félreértést is tisztáz Anikó, annyira közérthetően ír dolgokról, mint ahogy egy triázs naplóját a Covid idején, amikor a WHO kihirdette március 11-én pontosan, hogy világjárványról van szó, akkor ő a saját életének, saját szakmai tapasztalatait napló formájában az interneten közzétette. De ahogy olvastam, az mondjuk 10 év alatt mondjuk egy kaposvárnyi 70 000 ember az, aki a kezeid között osztályozásra került. Elképesztő pörgés lehet a sürgősségén. Hogy lehet ezt lelkileg bírni, hiszen ahogy elmondtad az egyes fokozatokat, nagyon kemény helyzetekkel, veszteséggel, fájdalommal, vérrel találkozol, gondolom, nap mint nap. Igen, sajnos a sürgősségi az talán a burnoutnak a legszebb intézménye, tehát a legtermékenyebb intézménye. Nagyon kevés sikerélményünk van, és ezek mind rapid sikerélmények, amit rövid ideig tudunk megélni. Általában a betegeket nehéz helyzetben látjuk, türelmetlenek, sokszor nagyon-nagyon beteg állapotban vannak,
így borzasztó nehéz meg kell találni azokat a kiskapukat, amivel ezt a burnoutot meg tudjuk előzni, illetve kordában tudjuk tartani. Tehát egyfajta intézményen kívüli, valamilyen szinten kapcsolódó elfoglaltságot kell találni. Hogyha már a burnoutra utaltál, köszönöm, mert így valahogy figyelembe ajánlottad ezt a témát is, amiről én a Richter Egészségvárosban rendszeresen szoktam beszélni, mert azt hiszem, hogy a megelőzés itt is nagyon fontos lenne. De hogyha tovább megyünk a te életutadon, egyszer csak az egészségügy mellett, a sürgősségi mellett igény támad benned, hogy kommunikációt, médiatudományt, PR-t tanuljál, tehát egy másik szakmát mellé. Miért ébredt ez az éhség? Hiszen a közzététel, az internet használata, az interneten való kommunikáció is egy nagyon komoly szelete lett az életednek. Így van, 6 évvel ezelőtt kezdtem el az akut szakasznak a Facebook oldalát működtetni, az volt Magyarország első egészségügyi témájú oldala. Akkor még kevésbé tudatosan, később egyre nagyobb tudatossággal, és beiratkoztam, felvettek a Budapesti Gazdasági Egyetem kommunikáció média szakára. Ott megtanultam targetálni, és megtanultam, hogy hogyan kell a Facebookot tudatosan úgy felhasználni, hogy az a célt és eredményt érjek el. De mi volt a cél? A legfontosabb cél az az volt, hogy megmutassam az embereknek az egészségügy valós arcát, úgy, hogy a médiát azt nem veszem figyelembe. És ezt most nem rossz értelemben mondom, hanem újságírók dolgoznak a médiában, olyan emberek, akik innen-onnan kapják az információt. Én viszont, mint végzett újságíró és PR-szakember benne vagyok. Tehát teljesen másfajta szemszögből tudom bemutatni az embereknek az akut betegellátást. Hál' Istennek nagyon-nagyon sokan olvassák, és végtelen boldog vagyok tőle. Meg talán az is ott lehet a célok között, hogy amióta van internet, azóta bármiről van szó, elkezdünk nyomozni, beütjük a hívószót, és végletes és egymásnak ellentmondó, aztán ha a szomszéd Piri nénét megkérdezzük, akkor az egy külön információforrás. Tehát el tudunk veszni az információk tömegében, nem tudjuk feltétlenül külön választani, hisz nem értünk hozzá, hogy mi a hiteles, mi a tudományosan megalapozott. Tehát egy kicsit a laikusok fejében is szeretné rendet tenni? Igen, én nagyon szerencsés vagyok, mert össze tudom mosni a kettőt, a kommunikációt, meg az egészségügyi részt. Megtanultam, hogyan lehet egy főcímmel elérni az embereket, mert azt gondolom, ez a legfontosabb, az emberek erre kattintanak. Viszont nagyon sokszor azt látom, hogy egész egyszerűen nem olvassák el se a felkonferálás részt, se a cikket, hanem azonnal a főcímre gerjednek. Tehát, hogy meg kellett találnom azt az érzékeny pontot, ahol már a cikk is érdekessé válhat számukra, és elolvassák. És sokszor tapasztalom valóban, hogy az emberek nehéz olyan kapaszkodót találni számukra, ami valóban hiteles. Én mindig az orvosok felé, az egészségügyi intézmények felé terelem őket, és nyomom őket abba az irányba, ahol megtalálják a kedvező és hiteles médiafelületet. Volt egy írásod például, ami nagyon megérintett, és itt az a szó el is hangzott, hogy türelmetlenség, hogy amikor egy sürgősségére bemegy valaki, nem feltétlenül tudja, hogy mi a szabályrend, és nyilván mindenki azt szeretné, hogy vele foglalkozzanak, és nagyon érthetően, életszerűen, jó, igaz érvekkel megtámogatva raksz rendet abban, hogy ne azt higgyem, hogy nem dolgoznak jól az egészségügyben munkájukat végzők, hanem ennek megvan a protokollja. Tehát ajánlom például ezt is elolvasásra, de rengeteg írása van a Nikónak. Hogy fordultál végül is, és majd kiukadunk így a Richter Anna díj pályázathoz, hogy a sztrókkal kezdtél el behatóban foglalkozni? Sok a sztrókos eset a sürgősségén? Rengeteg napi szinten látok sztrókos betegeket. Igazából 2011-ben kezdtem mélyebben foglalkozni a sztrókkal, akkor még az időablaknak a rövidítésén dolgoztam, a Dorton időtájmon. Ez azt jelenti, amikor a beteget behozzák az ambulanciára, a sürgősségi ambulanciára. Az első perc ott töltött percétől kezdődően, az utolsó terápia indításig tartó pillanatig számoljuk ezt a időintervallumot. Ez minél rövidebb, annál jobb. Nagyon sokat foglalkoztam, mert egy nagyon hosszú kutatásom volt ezzel kapcsolatban, és egyre inkább az motoszkált a fejemben, hogy a média folyamatosan súlykolja tüneteket, ismert fel a sztrókot, féloldalas bénulás, nem tud beszélni, nem olyan az arcállása, aszimmetrikus az arca, és ezek mind bumeránként csapódtak vissza az embereken, mert annyiszor hallották, hogy már egész egyszerűen úgy voltak vele, hogy tudják. És a végén eljutottam odáig, hogy hát miért felismerni akarjuk azt, amit meg is lehet előzni? Előzzük meg a sztrókot. Hogy lehet megelőzni a sztrókot?
meg kell mutatni az embereknek a stroke igazi arcát, és amikor megismerik a stroke valós arcát, akkor indítatást fognak érezni, hogy ezt ők nem akarják, és akkor elkezdik keresni a lehetőséget. És erről beszélünk, hogy gyakorlatilag mi a stroke igazi arca, hiszen a te pályázatod lényege az volt, a 12 óra címmel egy film készítése, ami csak gondoljanak bele, hogy egy filmet fogunk majd látni, most már a nyersanyag megvan, csak még a vágás, az utómunka van hátra, hogy ilyen televíziós szakszót mondjak, amikor a beteg állapotába, helyzetébe helyezkedve egy színész segítségével mutatja be Anikó, hogy mit él át az az ember, aki sztrókot kap, hogy mifajta kiszolgáltatottság, bizonytalanság az, ami őt akkor nyomasztja, sújtja. Észrevetted, hogy vetted észre egyáltalán a pályázat lehetőségét? Hogy indult el a fejedben a gondolat, vagy előbb volt a gondolat, és jött szembe a pályázat? Hogy történt ez, hogy jelentkeztél? Hát ez nem titok, én nagyon sok helyen beszéltem már erről. Nagyon sok kommunikációs vezetővel, intézmény kommunikációs vezetővel állok kapcsolatban, így a Betesda Kórház kommunikációs igazgatójával, Tamás Nibesen órával is kapcsolatban vagyok. És a Nóri meghívott engem a tavalyi sajtótájékoztatóra, és amikor beléptem, akkor én azt mondtam, hogy igen, ez lehet az, ami nekem ugródeszka lehet. Tehát a Richter Anna díjnek a sajtótájékoztatóján ott voltál a közönség soraiban. Így van. És akkor, hogy mit akarsz benyújtani, mint pályázat, nyilván ez is körvonalazódni kellett, hogy nem kiállítást akartál, nem tudom, egy tárlatvezetést, hanem egy filmet álmodtál meg. A film az nagyon régi célom, én nagyon szeretek másféleképpen kommunikálni, tehát mindig a más utat keresem, nem szeretem a szokványos utakat. Meg szerintem talán szerencsésebb is mondjuk egy könyvnek a közepén felütni a bekezdéseket, mert az úgy tesz érdekessé a tartalmat. A film az egy nagyon jó kommunikációs séma tud lenni, ami másik az ülj a helyembe, vagy a görbetükör. Én ezekkel operálok, és ezek nagyon eredményesek, mert lehet róla beszélni, mitől politikamentesen, mert hát én a kommunikációm az híresen politikamentes. Úgyhogy a Richter Anna díjra, hogy a 12 óra projektet vittem, az egy éjszaka, egy perc és egy pillanat műve volt. Éjjel kettőkor kiugrottam az ágyból, és leültem, és megírtam a pályázatot. Ez így történt. Ez az ihlet, amikor néha föl kell kelni, és nem szabad nem felkelni, és nem megírni. De megjelent előtted a hogyanja, a mikéntje, és akkor beszéljünk egy kicsit arról, hogy miért ezt a másfajtát, amit hangsúlyozol, szemszöget választottad. Folyamatosan járt az agyam, volt egy elég hektikus 2019-es évem, és kerestem azt a lehetőséget, hogy hogyan lehet az embereket úgy Isten igazából elérni, azt a korosztályt, akiket a legnehezebb elérni, az X generációt, illetve a baby boomereket. Használják a Facebookot, de nem biztos, hogy jól használják. Viszont ott vannak, jelen vannak. Tehát illetve... a 64 előtt születettekről beszélünk gyakorlatilag, akik digitális bevándorlók. Magam is egyébként, ugye az X generáció az meg a 64 előtti a baby boom, igen. 64-től meg az X generáció van. 69, azt hiszem, tehát 69. Többféle felosztás van. Igen, sőt, már van I-generáció is. I-generation, igen. Már minden van, alfa is van. Igen, van a baby boomer, az X, az Y, az Z, az alfa, és ennek is számtalan irodalma van. Na de mindegy, szóval őket akartad elérni. Így van. Mert ők az érintettek? Egyrészt ők a legérintettebbek, másrészt pedig őket kell elérni, mert ők azok, akik képesek kommunikálni a fiatalabb Z-generáció és alfával. Tehát mi gyakorlatilag két világ között szédelgünk. Nagyon jól tudunk interpersonálisan kapcsolatot építeni, kommunikálni, ugyanakkor el tudunk igazodni a digitális világban. És ez egy nagyon-nagyon különleges helyzet, és ettől vagyunk mi különlegesek, azt gondolom, hogy mindenféle célcsoportot el tudunk érni. Ilyen híd generáció. Így van, egy tökéletes híd generáció. Így van. Jó, és akkor miért találtad ki azt, hogy gyakorlatilag a beteg szemszögéből mutassuk meg, nem kívülről látunk, hanem belülről nézünk majd?
Hát az ember, hogyha valamit átél, akkor szerintem sokkal mélyebben ül ebben az átélt élmény, és sokkal nagyobb gombot nyom meg rajta, hogy el kéne menni arra a szűrésre. Nem biztos, hogy jót tesz nekem az, hogyha össze-vissza eszem. Hogyha úristen, nekem is van diabéteszem, Jézusom, nekem is állapítottak már meg pitvarfibrillációt. Egy csomó olyan lámpát tudok bennük kapcsolni, ami arra készíteti őket, hogy ezt a stroke betegséget ezt meg kell előzni, mert sajnos nagyon csúnyán amortizálja nem csak az embert, hanem az ember mikro- és makrokörnyezetét egyaránt. Hát igen, hogyha belegondolok, hogy egy családban valaki akár a látás, hallás, mozgás, beszéd koordinációban vagy képességében sérül, vagy elveszíti, az nem csak őt magát érinti rettenetesen, hanem mindenkit, aki vele él, a környezetében él. Ott minden, ott kifordul magából a világ. De honnan, hova jut el a film? Tehát a tünetektől indulsz a színészeddel, vagy hogy vezetted őt az úton? Nagyon szerencsém volt, mert Terhes Sándor Jászai Mari Díaz színész elvállalta a férfi főszerepet. Én nagyon-nagyon boldog voltam, és nagyon megszerettem Sándort, mert elképesztő karakternek tartom. Nagyon sokan nem veszik észre a stroke-nak a bevezető tüneteit, amik nagyon-nagyon belesimulnak a hétköznapokba. Tehát az egyszerű alzsibbadás, az egyszerű kézügyetlenség, a nehezen kimondott szavak, ezek mind-mind az ember a reggeli vagy az adott napszak feszültségére írják, és észre sem veszik, elsiklanak mellette. Közben Dóri megérkezett a vízzel, mert azt azért elmondom, hogy itt nincs hideg. Tehát ez az agóra sátor, és most egy picit szauna sátornak is érezzük, mert hála Isten, gyönyörű nyári napunk van, de azért bízom benne, hogy akár a strandon is lehet a beszélgetést hallgatni, és Bikram velünk joga. Maradna. Bikram joga, így van. Szóval ott tartottunk, hogy nem veszik észre a kezdő tüneteket. Nem bizony, sajnos. Hanem legyintenek rá, biztos azért van, majd elmúlik. Nem az, hogy legyintenek rá, hanem szó szerint nem veszik észre. És ez a probléma. Aztán ezek a tünetek erősödnek, és az erősödéssel azonos ütemben egyre inkább felfedezik a tüneteket, hogy a kéz az nem ügyetlen, hanem egész egyszerűen nem működik, vagy nehezenben működik, hogy nem azért nem tudja kimondani a szavakat, mert fáradt, mert kimerült, hanem azért, mert ezek a szavak nemhogy nem jönnek, hanem a végén már egyáltalán nem jönnek. Illetve ugye lehet látás probléma, lehet hallás probléma, de hát a legmarkánsabb tünet az alsznak az aszimmetriája szokott lenni, illetve maga az alszsibbadás és a féloldali bénulás. Na de ez már a bekövetkezés, nem? Ez vagy amikor ez már hogy... látványosan manifestál, igen. Amikor már látványosan ott van a stroke az órunk előtt, és sztrókos. De mit jelent gyakorlatilag ez a stroke az egy történésből kivágott pillanat, vagy egy folyamat? Mi történik a testben? Egy folyamat. Hát kétféle stroke-ról beszélhetünk itt most röviden is érthetően, mert a vérzéses stroke és az elzáródásos stroke. Vérzéses? A vérzéses egy aneurizma egy adott érterületnek a sérüléséből adódó vérzés, kialakult vérzés. A szaknyelven iszkémiás, tehát elzáródásos stroke, az pedig mindig egy érrögnek a következménye. Az artériás keringésbe bekerül egy apró érrög, és adott értelületen egész egyszerűen nem működik tovább az agyszövetnek a vérellátása, és ott kialakulhat egy elhalás, akkor, hogyha nem veszik észre. Ha észreveszik és időben kezelik, akkor ez egy visszafordítható folyamat. Hogyha a tüneteket érzi az ember, vagy a furcsaságokat az elején, és akkor hova kell mennie? Igen, nagyon sokszor olvasom a médiában, hogy a TIA-t összemossák a stroke-kal, tehát TIA és stroke. Valóban a TIA az egy 24 órán belül megoldódó tünetegyüttes, ami a stroke-nak a tüneteivel egybehangzó tud lenni. Én azért tartom ezt rossznak, rossz kommunikációnak, mert 24 órát vár a beteg arra, hogy ez most megoldódjon. Ami nem oldódik meg azon nyomban, én azt javaslom mindenkinek, hogy menjen inkább orvoshoz. Sőt, kell is, hogy orvoshoz menjen, mert a TIA az egy harang. Tehát, hogyha neki az magát... A TIA az mi? Ez egy tranziens atak, ez egy ilyen átmeneti ér probléma, ami most nem fogom részletezni, ilyen okból kifolyólag stroke tüneteket produkál. Tehát, de nem stroke. De nem stroke, így van. Viszont kell, hogy tudjon róla az ember, kell, hogy tudjon róla a kezelőorvos, és azonnal gondozásba kell venni azt az embert, aki ezen átmegy. Főleg, hogy megtalálnak egy csomó olyan kísérő betegséget, ami a stroke-hoz vezette őt, illetve a TIA-hoz vezette. Akár érszűkületről beszélünk, akár vércukor problémákról,
akár diétahibáról, akár pitvarfibrillációról, sajnos a pitvarfibrilláció leginkább a legjobb termőföldje a stroke-nak, hiszen a pitvar elégtelen működése, remegése során a fülcsékről, jobb oldalról és bal oldalról, a pitvar két kis kiöblösödéséről, ezek a marginális elemek lepotyognak, bekerülnek a véráramba, és bizony megindulnak fölfelé a agyi vérkeringés felé, és ott ezeket az apró bélrezárodásokat megteszik, vagy akár a karotis szűkület, amiről egyre többen tudnak. Nyaki érszűkület, így van, elmennek útrangra, és ott felfedezik az érszűkületet, az is nagyon komoly veszélyeket hordoz magában. Hogyha azt nézzük, hogy tulajdonképpen beszélünk népbetegségekről, vagy beszélünk arról, hogy sok embernek magas a koleszterin szintje, sok embernek magas a vérnyomása, ugye a kettes típusú cukorbetegségről is beszélünk. Tudunk olyan dolgokat felsorolni, hogy kik a veszélyeztetettek bizonyos alapbetegséggel, ami hajlamosít a sztrókra? Hát amiket elmondtál, tulajdonképpen mind magába foglalja a sztrókhoz vezető utat. Itt a másik, ami legfontosabb a diabétesz mellett, amit én megemlítenék, az a szívritmuszavarok és a pitvarfibrilláció. Amit az imént magyaráztál el. Ezért tartjuk fontosnak az évenkénti szűréseket. Az, hogy minden ember évenként keresse fel a házi orvosát, csinálnak róla EKG-t, és lehetőség szerint legyen laboratóriumi vizsgálat, ahol megismerheti a koleszterin szintjét, a vércukor szintjét, és ezzel a megnyugtató lehetőséget tudjon hazamenni, mert abban a pillanatban, hogy felfedezik, hogy neki van egy kezdődő vércukorbetegsége, cukorbetegsége, vagy van egy szívritmus zavara, ez mind kezelhető. Tehát, hogyha fülön csipik időben, és elkezdik kezelni, akkor ezzel a sztrókot is megelőzte, már tette egy lépést a megelőzésére. Egyébként erre nekem van egy jó tippem, ezt én vezettem be magamnak a saját életembe, aztán vagy inspiráló, vagy nem. Én a születésnapom előtt szoktam elmenni egy ilyen nagy kivizsgálásra, labor, sattara, sőt, mivel a családomban sok cisztásodásra hajlamos nő élt, ultrahanggal tokától bokáig átnéznek, és akkor pedig, ahogy az autót elvisszük szervizbe, azt bezzeg elvisszük, üreg és alvázvédelem, meg olajcsere, csak magunkat nem. Na, én ilyenkor mindenhova elmegyek, remélve azt, és az eddig hála Isten így történt, hogy a háziorvosom aztán összegyűjtve a leleteket átad egy olyan csomagot, az a legszebb szülinapi ajándék, hogy a leleteim negatívak. Nyilván, ha valami ott kilógna, akkor azt meg azért lehet kezelni, hogyha egy éven belül, ugye, vagy egy év, vagy évente az ember elmegy erre. De valahogy ilyen szempontból, ha úgy jól vagyunk, nem törődünk magunkkal. Igen. És sok mindent nem veszünk észre, pedig ott ketyeg a bomba. Szerintem inkább eltakarják az emberek a szemüket, és azt mondják, hogy én nem lehetek. Tehát a nem lehet, hogy ez velem megtörténjen. A másik meg én azt szoktam javasolni az embereknek, hogyha nekik május 1-én van a szűrési időpontjuk, tehát akkor jár az egy év, akkor ne április 29-én jelentkezzenek, mert egészen biztos, hogy május 1-én nem fogják tudni megoldani, hanem legyen a bejelentkezésnek az időszaka február, és a szűrésnek az időszaka pedig május. És akkor ő is nyugodtan fog aludni, hogy bejelentkeztem, és nekem megvannak az időpontjaim. Tehát ez egy nagyon jó és érdekes megoldás, a környezetemben nagyon sokan csinálják, és sikeresen. Meg mi nők, ugye hajlamosak vagyunk a feladatokat felírni papírra, kipipáljuk, kipipa, kipipa. Igen. És szerintem föl kéne írni magunkat is a papírra, a szűrővizsgálatok tekintetében, meg a párunkat is, mert ki az, aki elcibál egy pasit, nem ő maga fog elmenni, hanem a feleség viszi el. Tehát most a listára felirandókat bővítettük. De egyébként mondjuk a genetika a sztrókra való hajlamban benne lehet? Hiszen mondjuk a cukorbetegségre, vagy a magas vérnyomásra, vagy a koleszterin szintnél lehetnek ilyen alkati adottságok. Így van, amikor az orvoshoz elmegy az ember, akkor nem véletlenül szokták fölvenni az úgynevezett családi anamnézist, és akkor megkérdezik, hogy a családban élte valaki betegséggel. Hogyha igen, akkor milyennel? És kiderül, hogy a anyuka cukorbeteg volt, apukának szívritmuszavara volt, sőt, volt több érbeteg és a családban esetleg érszűkületi problémákkal rendelkező, ne adja Isten, sztrókos vagy infarktuson átesett ember, akkor azokra a betegekre hatványozottan odafigyelnek, és őket már eleve egy prevenciós programba szokták sorolni. Hogyha arról beszélünk, hiszen a te
kis filmed, amit a 12 óra címet viseli, és remélem, hogy hamarosan majd látni is fogjuk, mert sok munka van vele, a Covid nem segített abban, nem. Hogy elkezd a forgatás őrületét és őrületes munkáját és tempóját, de hogy ha a társadalom érzékenyítése az egyik cél, meg a megelőzés, akkor azok, akik mondjuk jó laborleletekkel rendelkeznek most, de hosszú távon az életmódjukkal szeretnék elkerülni, hogy adott esetben a veszélyeztetettek közé váljanak. Mi az, amire figyelni lehet? Mi az, ami segít engem abban, hogy ne legyek esélyes sztrókra? Én szerintem egész jó úton haladunk, nekem az a tapasztalatom, hogy az emberek egyre inkább keresik az egészséges életmód iránti törekvést. Nekem a Covid-ban nagyon sok minden nem tetszett, sőt, leginkább semmi nem tetszett. Az, ahogy az emberek a sport felé fordultak, az megható volt. Elképesztő mennyiségű terefutó. Jó, lehet, hogy azért már azt mondták, hogy lehet futni, meg a szabadban sportolni, és az emberek ezt a lehetőséget megragadták. Ismerek olyan embert, aki 15 éve meg sem mozdult a számítógép elől, márciusban elkezdett kocogni, azóta lefogyott 20 kilót, rendbe jött a vérnyomása, eltűnt a vércukra. Nagyon jól néz ki fizikailag, külsőre, belsőre, egy boldog embert kapott önmagától. Tehát a sport, hiszen akkor ugye zubog az emberben a vér, ez maga önmagában, tehát a mozgás. Béres Alexandra most nincs velünk, de szerintem most itt hevesen mondana mindenféle lehetőséget, és nem csak a 30-asok, 40-esek, 50-esek, 60-asok is gyalogolni kéne, mozogni kéne, ez már egy jó... Ez egy trend, és én ezt látom fejlődni. Hát ahol én lakom, ott van egy futópálya, és egyre idősebb emberekkel szoktam találkozni, akik futnak, és olyan boldog vagyok, amikor látom, hogy sportcipőt fúznak, és a maguk is tempójában minden nap áldoznak a sportoltárán. Valahol el kell kezdeni, vagy a sport legyen az, vagy pedig a táplálkozás, mert a kettő húzza maga után a másikat. A táplálkozásban mik azok a hibák, amiket legalább csökkenteni kéne az elkövetésük számát? Az egyéni diéta őrület. Tehát mindenki azonnal megoldást szeretne. Vagy meg akar izmosodni, vagy picikére akar soványodni. És az internetkeresők azok tele vannak, a hogyan fogyunk le 10 nap alatt 20 kilót, és a hogyan növeljek izomtömeget magamra 10 nap alatt. És ezek persze vannak lehetőségek a gyors megoldás, de ez mind-mind káros. Nem egészséges. Viszont, hogy az ember türelmes, nem 10 nap alatt hisztam meg, hanem akár 10 év alatt, vagy ugyanez az izmosodásra is jellemző. Tehát, hogyha megtalálják ezeket az arányokat, a hozzávezető utat, akkor megismerik a saját testüket, és megszeretik önmagukat, elkezdik tisztelni a testüket, és sokkal gördülékenyebben fog menni ez a fejlődés. És a vége az pedig az egészséges élet, és szerintem az a legfontosabb. Tehát a mértékletességet javaslod, ez is a stroke megelőzéséhez jó. Ha teszünk magunkért, az se hirtelen, mert az is egy sok a szervezetnek. Így van. Hogyha körülbelül akarom elképzelni, hogy ez a film milyen lesz, az a színész, az mit fog csinálni? Hát a nagy közönség egy kicsit lehet, hogy sokkolódni fog, mert hogy megdöbbentő lesz, ez egy fikciós kis játékfilm lesz. Nem szeretnék titkokat elárulni. Gondolom nem 12 órás. Nem, 12 óra a projekt. A 12 óra projekt az úgy alakult ki, hogy az én műszakom az 12 óra. Én 12 órákból állítom össze az életemet. 12 órát dolgozom, és egészen biztos, hogy amikor szabadnapos vagyok, akkor 12 órát pihenek. Tehát a 12 óra az egy nagyon fontos rész az életemnek. A filmnek a címe a Süket fülek. Azért süket fülek, mert belül az ember hallja a saját hangját, a belső hangját, ugyanakkor a gondolatait nem tudja közvetíteni. Mármint a sztrókos. A sztrókos beteg, igen. És gyakorlatilag ilyen némán visszaverődő hang alakul a végén, amikor megtudja, hogy bármit tesz, őt nem értik és nem hallják. Egy teljes elszigeteltséget fogunk látni a filmben? Akkor abban az adott pillanatban igen, amikor megtudja, hogy az összes erőfeszítése, minden, amit szeretett volna, minden kérése, kívánsága, minden problémája, az mind-mind nem volt értelmezhető. Sokkoló pillanat lesz, igen. Hogyha valaki bekerül mondjuk a sürgősségére a stroke tüneteivel, ott mi történik vele? Hát ugye van, hogy szerencsés esetben kihívják időben a mentőt, és mentő hozza be hozzánk a kórházba, de van, hogy egész egyszerűen magától jön be, hogy észrevette a tüneteket, vagy behúzzák.
teljesen mindegy, hogy hogy érkezik meg hozzánk, a sztrókus abban a pillanatban, hogy felfedezzük a tüneteket, mi rögtön rohanunk fel a CT-be, tudni akarjuk, hogy hol van az elzáródás. Egy úgy mondjuk szakmailag, hogy egy natív, illetve egy kontrasztanyagos CT-t készítünk, ott helyben meg is tudjuk határozni, hogy mekkora ez az elzáródás. Egy score táblázat szerint osztályozzuk a stroke-nak a mértékét, illetve a nagyságát. Amikor már tudjuk, hogy egy elzáródású stroke-ról beszélünk, ez minél alacsonyabb ez a score, annál szerencsésebb a helyzet, annál nagyobb eséllyel tudjuk a gyógyszeres úton történő rendezését. Abban az esetben, hogyha túl nagy ez a stroke, és nem tudjuk gyógyszeres úton rendezni, akkor műtéti úton a legközelebbi trombektómiát végrehajtó kórházba küldjük, akik kifejezetten sztrókbetegekkel fog. Most volt egyébként egy ilyen akciónk, elképesztő gyorsan megszerveztük, a stroke beálltától számított 25 percen belül műtőasztalon volt az illető, sem mozogni, se beszélni, nem tudott a fejét, nem tudta fölemelni, és két lábon beszélve hagyta el az intézményt 61 évesen. De jó ezt hallani, ez csoda, de igen. Gondolom akkor, hogyha nincs időben, ha nem időben, késve... Hát itt több minden közre játszódott, mert ez egy úgynevezett wake-up stroke lett volna, tehát ez a hajnali órákban valamiért szerintem alkut kötött a jó sorsa, mert felébresztette őt egy fejfájással, bejött a kórházba, és ott kapta meg a sztrókját. Tehát hogyha ez az ember nem kell föl a fejfájásával, hanem átalussza, és reggel 8-kor kell föl, akkor bizony egy időablakot meg nem határozható sztrókra ébredt volna, ami már nem biztos, hogy tudunk segíteni, sőt, nagy valószínűség nem tudtunk volna segíteni, tehát egy komoly rehabilitáción vett volna részt, az egész élet, az egész családi mikro-makro környezet átalakult volna, hogy az ő életét segítsék, ami hát meglehetősen behatároltá vált volna. Vannak erre, persze az a baj, mivel annyira sokféle, meg annyira, ahogy mondod, többféle súlyosságú, de hogy a felépülés esélyei, vagy százaléka, vagy hogy visszakapja valaki az igazi életét, ez hogy alakul? Nyilván általánosságot nem lehet mondani, de úgy körülbelül, hogy megértsük. Vagy hogy mit tehetünk azért, hogy minél jobban alakuljon? Abban az esetben, hogyha valaki tisztában van a saját testének a működésével, és érzékeli azokat a változásokat, amik nem helyén valóak. Tehát nem, egy bizonyos kor felett nem legyinthetünk a szédülésre, nem legyinthetünk a szaporapúzusra. Mi a bizonyos kor? Szerintem 40 éves kor felett. Annyira rohanó világot élünk, hogy már nem azt mondjuk, hogy 50 éves, hanem sőt, ne, 35-40 éves kor felett, ugye zaklató tempóba hajtja mindenki az életet. És nem, tehát nem, ne legyintsünk a... Se a szédülésre, se a ritmuszavarra, amikor szaporember a szívünk, a egyszerű zsibbadásra, nincs olyan, hogy elfeküdtem a kezemet, meg nincs olyan, hogy főleg, hogy az ember nem is fekszik. Tehát, hogy az, hogy kicsit zsibbad a kezem, hogyha az a kézzsibbadás az nem szűnik meg 20 perc múlva, az a be kell menni a kórházba. Lehet, hogy morogni fogunk a sürgősségi, hogy ha persze csak egy kézzsibbadásra jött, nem feltétlenül biztos, hogy csak egy kézzsibbadásról van szó. Tehát én azt szoktam mondani, hogy ha a beteg hirtelen kialakuló panaszokat érzékel, az azonnal menjen sürgősségire. Ne várjon egy napot, ne várjon két napot, mert ezért sürgősségi a nevünk, hogy hirtelen akut állapot változással járó kórképeket vizsgálunk ki. Jaj, de hát erre nyilván szállt, most menjek be a sürgősségére, hogy szétmegy a fejem. Igen. De ciki lesz az ott, hát oda a súlyos esetek mennek. De nem tudhatjuk, hogy mi van az ember fejében. Tehát, de ez a szemlélet, ez jellemző, nem? Igen, sajnos, mert van egy olyan elképzelésem, ami sajnos helyén való. Annak idején, amikor az akut betegellátás 2000-ben közénk költözött, elfelejtették bemutatni a nagy közönségnek, meg a szakmának. Hogyha lett volna edukáció, és lett volna bemutatása ennek a szekciónak, akkor nyilván egy kicsit nagyobb lenne a megértés és a harmónia. Most azonban az emberek össze-vissza szédelegnek az akut betegellátás környékére, nem tudják, hogy most mivel mehetnek oda, attól félnek, hogy degradálni fogjuk az ő tüneteit, panaszait. Nyilván, hogyha valaki bejön hozzám egy 4 hónapja tartó válfájdalommal, akkor felszalad a szemöldököm, hogy hát jó. Menjen reumatológushoz. Hát persze, megvizsgáljuk a fájdalomcsillapítót, és eltanácsoljuk őt a szakellátó intézménybe.
de hogyha valakinek hirtelen kialakuló problémája van, azzal nem érdemes várni. Miért? Miért akarunk fájdalommal élni? Miért akarunk panasszal élni? Itt van a női infarktus, hogy az ember érzi a kellemetlen gyomorémeigést, a gyomorfájást, ami hátba sugárzik. Ha az előtt nem volt, akkor miért nem megy orvoshoz? Menjen el! Semmi nem történik, készítünk egy EKG-t, veszünk vért, és hogyha baj van, az azonnal kiderül, ha nincs baj, akkor pedig megnyugszik. Ilyen szempontból ugye akkor a mellettünk élőket is figyelni kell, mert lehet, hogy mondjuk az ember párja nem is szól arról, hogy zsibbad a kezem, vagy észre, de mondjuk, hogyha megváltozik valahogy az arca, vagy észre, tehát hogy a családtagok mire figyeljenek? Én szerintem az a kommunikációs trend, ami kezd kialakulni, meg amit én is képviselek, az párbeszédcentrikus. Tehát én arra ösztönzöm az embereket, hogy beszéljenek. Beszéljenek a problémáikról, beszéljenek az érzéseikről, és beszéljenek a tüneteikről. Hogyha ezt elérjük a digitális térben, akkor azt mondom, hogy ez a valóságban is elérhetővé válik. Sajnos a közvetlen környezetemben is, a családomban is volt mostanában ilyen probléma, és hál' Istennek sikeresen végződött. Tehát ezeket mindenféleképpen az ember merje rögtön közölni a problémáját. De most már nagyon jó berendezések van, időskorú betegeknek lehet kapni olyan applikációs órát, ami csak egy gombot megnyom, és rögtön értesíti a családot, akik mentőt küldenek. Volt olyan stroke betegem, akit így mentettünk meg, hogy ő csak érezte, hogy valami nem stimmel, szédült, és zsibbadt az oldala, megnyomta a gombot, kiment a mentő, behozták, és visszalizáltuk, és meg gyógyszeres úton megkezeltük. A filmedben, vagy ezt nem tudom spoilerezni, szabad-e vagy nem, de a filmedben az a bezártságban, kiszolgáltatottságba kerülő színészként alakított beteg, ő kiszabadul a saját sztrókjának börtönéből a végén, vagy csak azt fogjuk vele átélni, hogy milyen ott bent? Happy end-el végződik, ezért ragaszkodtam. Beszélgettünk korábban a pszichológiájáról, és erre nagyon nagy figyelmet fordítottam, hogy bár kemény lesz a pszichológiai menet, ugye Kübler-Rossznak az 5 darab lépcsőfokát végigjárjuk vele. Ezt tegyük helyre, hogy ez mi? A tagadás, harag, elutasítás, depresszió, elfogadás. Gyakorlatilag a gyász. Meg a gyász. Ez gyakorlatilag ez igen. A gyász folyamata. Ez a gyász folyamata, igen. Mikor az ember, de én a Covid-nál is zavarba ezt éreztem. Zavarba jöttem, mert pszichológus vagy, és nálam jobban tudod. Nem, most a kérdőjeles vagyok. Igen. Aha, de szóval, hogy átbeszélted pszichológus, és ezeket a fázisokat átéljük vele. Rapid módon átéljük, hiszen az rövid távon is megjelenik, illetve hosszú és kórosan elnyújtott távon is meg tud jelenni az életünkben. Minden, ami hirtelen vesztességgel jár az életünkben, akár egy párkapcsolati dráma, egy válás, ez mind végigvisz minket a Kübler-Rossz lépcsőin, és a filmben is tudatosan ültettem ezt be. A végén happy end-el végződik, viszont a vége előtt van egy drámai felismerés, amikor rájön, hogy őt most valami nagyon súlyos betegség érte, és lehet, hogy nem fog neki ez összejönni. Hogyha felmerül valakiben, hogy miért színész alakította, hiszen annyi sztrókos beteggel találkoztál, vagy akár van színész is, aki átesett ezen, és direkt nem mondom most a nevét, de miért színészt választottál, és miért nem egy érintettet? Nem szeretem. Kicsit álkérdés egyébként pszichológiai szempontból, de inkább magyarázd meg te. Nem szerettem volna senkit sem abban a helyzetben látni, hogy retraumatizálom egy filmet. Tehát hogy újra traumatizálom. Újra átélte volna a sztrókját. Adott esetben nagyon több kárt okozhattam volna vele, mint amennyi haszna lett volna. Nem is lett volna haszna, mert azt gondolom, hogy egészségügyi szakdolgozóként sem kommunikációs szakemberként nem beszélhetek itt haszonról. Azért választottam a Terhes Sándor Jászai Maria Rászemű színészt, mert zseniális drámai karakternek tartom, és a játék közben olyan mértékig beleélte magát az eseménybe, a cselekménybe, hogy a mentő orvost alakító orvos kollégám... Aki egy igazi mentőorvos. Mert ugye szakemberek alakítják a szakember pozíciót, egy hátra nézett két jelent között, hogy úristen, Ancsa, elhittem, hogy sztrókja van. Hát mondom, ezért színész. Nagyszerű színészi alakítást fogunk benne látni. Én többször... ugye én írtam a novellát, gyorsan elmondom a stábtagokat, Szakonyi Noémi, a forgatókönyvíró és a filmrendező, fikciós rendező,
Megyes Krisztina filmproducere, illetve másik filmrendező, és Vince Máté az operatőr. Noémi írta meg a forgatókönyvet, én végigizgultam. Pedig én írtam a novellát, és tudom, hogy mi a történet vége, de olyan jól megírta, hogy végigizgultam. Tehát nagyon-nagyon jó lesz, érdemes lesz megnézni. És egyébként most, hogy tényleg az egészségügyben vagy 20 éve benne vagy már, már évtizedes a stroke iránti ilyenfajta érzékenységed, de úgy érzem, hogy így mész a média felé, vagy a kommunikáció egyre nagyobb hangsúly az életedben. Azt, hogy megkaptad a 4 millió forintot és a lehetőséget arra, hogy egy 12 perces, kvázi fikciós, de mégis dokumentarista filmet csináljál, belekóstoltál ebbe a szakmába. Milyen volt csinálni? Én nekem a kommunikáció az egy ilyen első látásra szerelem. Azt gondolom, hogy most fogok tudni többet adni az egészségügynek. Sokkal többet fogok tudni adni annál, mint amit triásként, sürgősségi szakemberként tudok adni. Ugyanis meg tudom az emberekkel mutatni mindazt, amit nem láthatnak, és mindazt, ami segítséget tud nekik nyújtani. Nagyon-nagyon szerencsés ember vagyok, hogy annak idején engem a kommunikáció felé eltereltek, hogy lássam, hogy mit tud kihozni belőlem. Azt gondolom, hogy én most fogok elérni egy olyan érési pontra, ahol el fogom tudni érni azokat a csúcsokat, amikre mindig is vágytam. És hát a Richternek nagyon hálás vagyok, mert én amikor felhívtál telefonon, hogy én nyertem, én sikítozva rohangáltam. Én gyakorlatilag a semmiből felhívtam Anikót, és attól féltem, sztrókot kap. Igen. Tehát sokkot kaptál, hogy én voltam szerint a vonalban, mert a hangom talán, igen, nevemet talán össze... Szili Nóra, mondom, úristen, kinek írtam, mit csináltam én? De Richter Anadi, és akkor... Ugye én mondtam, én közöltem veled a jó hírt, és azért szép, hogy ide kerekítettük le a beszélgetést, már nem az, hogy sokkot kaptál tőlem, hanem hogy ahogy ugye idén csak online diátadót tudtunk szervezni, de remélem, hogy fogunk találkozni minden nyertessel igaziból, élőben is, de meg fogjuk hirdetni a Richter Anna pályázatot idén ősszel is, hogy a te már így nyertesként végig csinálva a pályázást, a gondolkodást, az izgalmat, nyilván a szavazatok gyűjtését. Mit mondanál azoknak, akik gondolkoznak azon, hogy talán érdemes lenne megpróbálni? Az akut betegellátóknak üzenem, hogy álljanak össze egy csapatba és pályázzanak. Keressék meg azokat a pontokat, amelyekkel pályázni lehet, amivel meg lehet nyerni ezt a díjat, és amivel el lehet érni a közönséget. Illetve egyre inkább az online térben vagyunk. Azt gondolom, hogy egy kisebb fantáziával egy oktatócsoport esetleg az online előadás technika a digitális oktatás révén. Én nagyon-nagyon színes palettára számítok, és nagyon várom már az új kiírást, kíváncsi, hogy kik fognak pályázni. Bai Anikó, az Uzsoki Kórház triázsa sürgősségéről volt a vendégem. A Richter Anna díj egyik győztese, nyertese, a 4 millió forint gazdája a projektjében. Ezzel egyébként akkor felhívom a figyelmet, hogy ősszel a Richter Anna díj Facebook oldalát is érdemes nézni. Most pedig ez a beszélgetés lezárult, viszont következni fog Jaksics Kata, Nőnek lenni tabuk nélkül, egy beszélgetés endometriózusról, két egyesület bemutatásáról. Pici átállás kell itt nekünk technikailag, hiszen Richter egészségváros sem zajlott még ilyen körülmények között. Ennyi türelmet kérek, ki lehet menni egy laza kávért, vagy egy jó limonádért, én is ezt teszem majd, és utána számítunk a figyelmükre továbbra is. Köszönjük az eddigit. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen az agó.